A diákköri konferencia életre szóló kaland, amit nem szabad kihagyni az egyetemi évek alatt. Sok ma már elismert és sikeres kutató és vállalkozó pályája innen indult. Termékeny szakmai kapcsolatok és barátságok születnek itt. Az a cél tulajdonképpen, hogy egy ösztönzést kapjanak a VMTDK-n, és hogy egy maximumot tudjanak önmagukból kihozni, tehát hogy kapjanak lendületet, szárnyakat, többieket nézve túlhaladják önmagukat, vagy hogy hát ugye fejlesszék önmagukat. A VMTDK egyik különlegessége, hogy a tudomány mellett a művészetek is helyet kapnak a konferencián. Ez a legnagyobb felsőoktatási esemény Vajdaságban, és az egyetlen olyan tudományos tanácskozás, ahol az újvidéki és a szabadkai hallgatók együttesen vesznek részt, és magyarul adhatnak elő. Az idén 122-en mutatják be kutatásaik legújabb eredményeit, a 21 év alatt összesen 2582-en léptek fel a konferencián. Lehet új arcokat látni, sok új tapasztalatot is szerezhetünk. Most is kaptam például nagyon hasznos tippeket, hogy milyen irodalmi forrásokat érdemes még felhasználni a kutatásomhoz. Amellett, hogy itt van a közelben, és Újvidéken, itt Újvidéken tanulok, még magyarul is előadhatom tulajdonképpen a saját kutatásomat. Fontosnak tartom azt, hogy itt a Vajdaságban, Újvidéken kialakuljon egy olyan szakmai kör, ahol a magyar egyetemisták, a jövendőbeli előadók, tanárok képezzenek egy olyan szakmai közösséget, ahol tudnak egymásra számítani. És ez a konferencia ennek egy jó alapot tud adni. Szerintem nagyon fontos, hogy így a művészek egy helyen találkozzanak, fontos kiállítani, és hogy benne legyünk ebbe a közösségbe, és hogy lássák, hogy mind dolgozunk. Az alkotásaink ki kell mozduljanak a szobánknak a nyugalmából, és szerintem a VMTDK pont erre nagyon jó. A kutatóknak, a tudományos és a kulturális élet szereplőinek állást kell foglalniuk válságok idején, ki kell állniuk az egyetemes értékek mellett. Ezért lett az idei VMTDK top témája a béke.